Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a Világhoz intézett karácsonyi üzenetében. Mielőtt a katolikus egyházfő Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és a világra, a Szent Péter téren összegyűlt tömeghez intézett üzenetében hangsúlyozta, a Jézus által nekünk ajándékozott testvériség nélkül hiába való lenne minden erőfeszítésünk egy jobb világ kialakítására. Boldog karácsonyt és testvériséget kívánok! Testvériséget minden nemzet és kultúra között. Az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek. Egy mozaikot készíteni szándékozó művész számára is jobb, ha több szín áll rendelkezésére, nem pedig csak néhány, fogalmazott Ferenc pápa. Hangot adott annak az óhajának is, hogy az izraeliek és a palesztinok vegyék fel újra a párbeszéd fonalát, lépjenek a béke útjára. Szíria és Jemen számára is azt kívánta, hogy a háború hosszú évei után ismét rátaláljon a testvériségre. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjék egy olyan politikai megoldás érdekében, amely félretenni a pártos érdekeket.